Lehengerlő elismerést kapott a 90-es évek legnépszerűbb gyermeksztárja. Előre tudott az izraeli hadsereg a Hamas terror támadásáról. Nehéz időszak vár Kulcsár Edinára a férje betegsége miatt. Horváth Fanni vagyok a naphira.hu híreivel. Elindult a naphira.hu YouTube csatornája. Iratkozz fel a legfrissebb videóinkért. Fantasztikus elismerést kapott a Reszkes hetek betörő Kevinje. Elismerték Macaulay Culkin munkásságát Hollywoodban, ugyanis a 90-es évek legnépszerűbb gyermeksztárja a héten saját csillagot kapott a hollywoodi hírességek sétányán. Az elismerés átadásán jelen volt a Reszkes hetek betörők című filmekből ismert Catherine O'Hara is, aki az édesanyját alakította. A színésznő az eseményen úgy fogalmazott, hogy a Reszkes hetek betörőket azért is szeretik annyira sokan még a mai napig, mert Culkin szerepel benne. Mint mondta, tökéletesen alakította Kevin McAllister szerepét. A színésznő megemlítette azt is, hogy a filmek elsöprő népszerűsége és az ezzel jött hirtelen sztárság lehet, hogy túl sok volt Culkinnak, de végül a humorérzékének köszönhetően kitartott. A pénteki ünnepségen jelen volt Culkin párja, Brenda Song, két gyermekük, testvérei, Rory Culkin és Quinn Culkin, valamint barátai Paris Jackson és Seth Green is. Az ünnepségen a most 43 éves színész is megszólalt, aki köszönetet mondott a feleségének és a gyermekeinek is. Majd elárulta azt is, hogy ők mit gondolnak a Reszkes hetek betörők filmsorozatról. Mint mondta, az idősebb fia, most 2 éves Dakota már látta a filmeket, és nagyon viccesnek találja azokat. Összekerült a magyar labdarúgó válogatott a házigazda németekkel. A magyar labdarúgó válogatott a házigazda németekkel, valamint a skótokkal és a svájciakkal került azonos csoportba a jövő évi németországi Európa-bajnokság Hamburgban rendezett szombati sorsolásán. Az ünnepélyes eseményen az is eldőlt, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai az A csoportban június 15-én Kölnben a svájciak ellen kezdenek, majd június 19-én Stuttgartban a németekkel játszanak. Június 23-án pedig ugyanitt a skótokkal találkoznak a kontinens tornán. A magyarok Európa bajnokságon eddig egyszer játszottak a németekkel. A 2021-ben rendezett kontinens tornán emlékezetes 2-2-es döntetlen lett a találkozó vége, amellyel Németország jutott tovább. A magyarok pedig búcsúztak a csoportkör végén. A másik két csoport ellenfelével, Skóciával és Svájccal még soha nem találkozott a magyar csapat kontinens tornán. A sorsolás alapján a legnehezebb csoportnak a B-jelű négyes tűnik, amelyben a címvédő olaszok, a spanyolok, a VB bronzérmes horvátok, valamint az albánok szerepelnek majd. A márciusban sorra kerülő pótselejtezők közül a Lengyelországot, Walest, Finnországot és Észtországot felvonultató négyes győztes a D csoportba kerül majd Hollandia, Ausztria és Franciaország mellé. Az izraeli, bosnyák, ukrán, izlandi négyes pótselejtezős küzdelmének továbbjutója az E csoportban szerepel majd Belgium, Szlovákia és Románia mellett. Míg a harmadik pótselejtezős győztes Grúzia, Görögország, Kazaksztán vagy Luxemburg az F csoport tagja lesz a törökök, a portugálok és a csehek társaságában. Az Európa-bajnokság június 14-én rajtol, és július 14-én ér véget. Előre tudott az izraeli hadsereg a Hamas terror támadásának tervéről. Az izraeli hadsereg több mint egy évvel az október 7-i pusztító több száz ember halálát okozó terror támadás előtt tudott a Hamas izraeli terület ellen tervezett akciójának tervéről, jelentette ki a New York Times. Mint írták, már korábban is voltak jelei annak, hogy az izraeli felső vezetés figyelmen kívül hagyta, vagy lekicsinyelte a Hamas támadását előrejelző figyelmeztetéseket. A lap szerint az izraeli tisztviselők birtokában volt egy 40 oldalas haditerv, amely részletesen ismertette a terrorszervezet feltételezett támadását a dél-izraeli települések ellen. Az viszont nem derült ki, hogyan jutott a dokumentum Izrael birtokába, de a hírek szerint közvetlenül a Hamastól származhatott. A jelentést az izraeli hadsereg nem kívánta kommentálni. Ugyanakkor a lap hozzátette, a dokumentumot számos izraeli katonai és hírszerzési tisztviselő láthatta. Az viszont nem világos, hogy a miniszterelnök vagy a kormány más vezetői tudtak-e erről. Aláírt egy megállapodást egy nem létező országgal.
kirúgták. Kirúgtak egy magasrangú kormánytisztviselőt, miután egy olyan országgal kötött együttműködési megállapodást, amelyről később kiderült, hogy nem is létezik. Az eset Paraguayban történt, méghozzá a mezőgazdasági miniszterrel, aki a Kaliasi Egyesült Államokkal írta le egy megegyezést, amelyről azt állították neki, hogy egy dél-amerikai sziget. A volt kabinet főnök később elismerte, valóban becsapták. A minisztert szerdán menesztették a pozíciójából, majd arról is beszámolt, hogy az álhivatalnokok találkoztak a miniszterével is, Carlos Jiménezzel. A csalók indítéka egyelőre nem ismert. A szerződés a két ország közötti diplomáciai kapcsolatok felvételét irányozta elő. A paraguayi média arról számolt be, hogy a nem létező állam uralkodója valójában egy indiai állampolgár, akit hazájában elkövetett bűncselekmények miatt köröznek. A mezőgazdasági minisztérium közleményében elnézést kért az eljárási hibák miatt, és kijelentette, az aláírt szerződés nem tekinthető hivatalosnak, és nem ró semmilyen kötelezettséget Paraguayra nézve. GVM az állítólagos anyagi biztonság ígéretével tarthatja maga mellett Kulcsár Edinát. Kulcsár Edina élete kerekestől felfordult, miután kiderült, hogy élete szerelme egyáltalán nincs jól. Bár az egykori szépségkirálynő egy ideje már érezte, hogy valami nincs rendben a rapperrel, majd rövid időn belül már a fizikai tünetek is jelentkeztek nála. A zenész felesége úgy fogalmazott, hogy Marknak már régóta hullámzó kedve van. Valamikor kicsattan, máskor viszont ki sem akar kelni az ágyból. Hozzátette, tudja, mind megy keresztül a férje, mi miatt aggódik és idegeskedik. Elárulta az egykori szépségkirálynő azt is, hogy az orvosok utasítására GVM idén már biztosan nem koncertezhet. Gyógyszeres kezelést kap, és reménykednek benne, hogy mi hamarabb túl lesznek rajta. Beszélt arról is, hogy amikor a férje kórházba került, akkor sokan kiakadtak, hogy a depressziós férjét a reality műsorokban is megmutatta. De ezzel kapcsolatban kiemelte, nem adta el a rapper betegségét, és a showt nem a pénzért csinálják. Bármi is történik, Mark mellett örökre anyagi biztonságban vagyunk. A karrierjével megalapozta az egzisztenciáját, és én sem egy lábon állok. A célunk az, hogy jobban megismerjenek minket az emberek. Egy poszt, egy cikk, egy rövid videó nem tudja igazán megmutatni, hogy mekkora szeretetben, boldogságban élünk, fogalmazott Edina. Hatalmas veszteség érte a hadsereget, halálosan megsebesítettek egy katonát. Meghalt Kenyában egy brit katona, miközben szolgálaton kívül motorozni indult. A brit védelmi minisztérium az esettel kapcsolatban közölte, hogy a 32 éves őrnagy a bázison kívül motorozott, amikor megtámadták. Ám a minisztérium nem árult el pontosabb részleteket arról, hogy mi is történt az északír származású katonával. Grant Schnapps védelmi miniszter egy közleményt adott ki a tragédia után, amelyben tragikus veszteségnek nevezte a halálesetet. Hozzátette, hogy az őrnagy kivételes ember és katona volt, akit mindenki szeretett és tisztelt, a hazáját pedig kitűnően szolgálta. A védelmi minisztérium közölte, hogy az őrnagy november 29-én halt meg. A brit hadsereg évek óta fenntartja a kenyai egységét, ahol a katonák kemény kiképzést kapnak, mielőtt a világ más részeire küldik bevetésre őket. Kenyában a brit hadseregnek mintegy 100 fős állandó személyzete tartózkodik, akik egy további 280 fős rövid távú kiküldetési csoportot erősítenek. A kenyai katonák is kiképzést kapnak a helyszínen, különösen a térségben lévő iszlamista fegyveresek elleni harc segítésére. Borzalmas tragédia történt advent első vasárnapján. Meghalt egy ember. Lakástűzben meghalt egy ember advent első vasárnapján a Heves vármegyei Apcon. Közölte az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvívője. Dóka Imre kiemelte, egy Sport utcai 100 négyzetméteres lakóházban egy ágymelegítős matrac gyulladt ki. A tüzet a tűzoltók kiérkezése előtt a mentőszolgálat munkatársai már eloltották. A 60-i hivatásos tűzoltók az épületet átvizsgálták és átszellőztették a lakást. A tűz keletkezésekor az épületben egy ember tartózkodott. Életét a gyors beavatkozás ellenére sem sikerült megmenteni, közölte a helyettes szóvívő. További híreinkért kövessétek a naphire.hu-t, vagy pedig kövess be a YouTube csatornánkat. Köszönöm a figyelmet, a viszonthallásra!